Jó reggelt, sziasztok! 4 óra 34 van. Egy kis vlog videó lesz. Most fogok nekiállni sütni kiflit először. Sose csináltam még ilyen keltésztát. És képzeljétek el, ma megyek plazmát adni, de viszont tegnap éjjel véletlenül kékszett az időpontomat, és legközelebb a szombatra ad. Hát attól függetlenül, hogy elmegyek 9-re a plazmához, aztán remélhetőleg tudok adni, mert szombaton nem érek rá. Utána megyek a lakásba, ahol voltam, a régi lakásba, a sajátba. Még maradt, ki kell festeni egy részt, elfelejtettem, és akkor megcsinálom. Megyünk ide-oda, aztán ez egy ilyen kis vlog videó lesz. Olyan mély a hangom most így reggel. Hallod, hogy mély a hangom? Halló? Volt egy olyan sorozat, nem sorozat, ilyen angol komédia, halló. Ismered? Meg tudod, melyiket szeretem még? A Csengetett Milord. Bár ezek az angol humorok le vannak butítva, én szerintem nem érteném amúgy egy angol, kimennék Londonba vagy bárhol, nem érteném az angol humort, mert annyira más a humorérzék, vagy nem tudom, hogy kell ezt megfogalmazni. De ez a Csengetett Milord és a Haló, az egy nagyon jó kis sorozat, vagy nem tudom, komédia, amit itt bemutatnak. Nagyon le van butítva. Na, úgyhogy most nekiállok ki, hogy csinálni, és majd jövök. Akkor indulok, akkor is csinálok egy kis videót, meg pajtás, le kell mindenem sétálni. De milyen hangom. Ja, reggelente kávézok, de most már úgy csinálom, hogy mindig vízzel kezdek, vizet iszom először. Na, majd jövök. Sziasztok! Az első ilyen képű, milyen keltésztem, ránézünk, hogy hol tart. De jól néz ki. Hát remélem jó lesz. Az előző napi teendőmet most fogom elmosogatni. Így szépen. Most van 5 óra 22, reggel van. Elmosogatok, és akkor szépen leviszem bajt itt sétálni. Lassan elkészülök, milyen ruhát veszek föl. Úgy szeretem, hogy már jött az ősz. Szeretem a pulcsis időszakot, én este is pulcsiba alszom ilyenkor. Szeretem a pulcsitól megnyugvást, olyan jó érzést tudod. Látszik, hogy reggel van. Az oknit akartam szállítani a sütőbe, mert vizes volt. Várjál, mutatom. Na, az arány zoknim. Hát de hülye vagy te, úristen. Hát mondjuk jó színe lett, más színe van, nem fehér, hanem ilyen... Én retro színű, miért nem jó? Látod? Erre nem tudok semmit mondani, csak annyit tudok mondani mentségemre. Reggel van, ja, és ne tedd sütőbe az oknit. Úristen. Hát nagyon reggel van, na mindegy. Mindegy is. Na, közben elkészült a kiflim. Szerintem jó lett, finom kis teával, emmal kis tejjel iszogattam. Megyek fürdeni, aztán kézzétek egy kicsit izgulok, mert reggel véletlenül kinyomtam az időt. Hát időpontra megyek a plazmához, 9 órára. És reggel véletlenül kitörültem, és nem lehet foglalni időpontot, csak szombatra. De szombat már nekem nem jó, úgyhogy ma kellene. Én meg odaígértem egy emberkének az utalványt is, és ma számít rá, úgyhogy... Nem tudom, remélem, hogy mehetek, mert annyira izgul, majd nagyon izgul, Na jó van, majd beköszönöm, na csá. Patikám, megyek, hozott neked haza kaját, jó? Jó, kicsi? Jó. Mindjárt jövök, adját csokot apának. Nem sokára jövök, jó? Mindjárt jövök haza. Hozott neked haza finom reggelit. Jó? Szarosom. Jaj, de sajnálom ilyenkor, de hát valóban nem vihetjük őket, akkor mit tudsz csinálni, nem? Az van, hogy nem adhatok ma plazmát, mert az előző párat elemezték, és alacsony volt valami fehérje. Úgyhogy majd csak szombatra jövök. Úgy érzem, hogy az etele pláza még nem oké.
Hát még sötétség van. 10 órakor nyitnak itt a plázák, ugye azt tudjuk. De Kelenföldön egy darab WC nincsen, úgyhogy be kell tenni a plázába. Pisilnem, mert egyébként ugye, amikor jövök adni plazmát, akkor ugye innom kell sok folyadékot. Hát én ittam 2,5 litert ma, és így jön ki belőlem. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy majd jön egy kis kutyus, mutatom. Atlasz! Fajti Atlasz! Atlaszka! Atlanx! Szegény, keresi az anyukáját. Atlasz! Te, gyere ide, ide szabály! Szép vagy! Szép vagy! Na, ő kis Atlasz, látod? Ő kis 500.000 forintos kutyára vigyázol, úgyhogy 500.000 forint ez a kutya, tudod? 500.000! Én meg haltam meg éhen. Mi van, Atlaszka? Atlasz?